Drága Ella, nyugodtan ülj le, hogyha úgy kényelmesebb a hangszereddel. Szeretettel köszöntünk. Én azt hallottam, hogy te nagyon szerettél volna énekesnő is lenni, amit én őszintén szóval sajnálok is egy kicsit, mert hihetetlen szép vagy, nagyon jó az alakod, jó kisugárzásod van, úgy szívesen hallgattalak volna énekelni is, bár biztosan nagyon jól bászni ezzel a hangszerrel, főleg úgy, hogy itt van mestered, aki egy fantasztikus művész, Várdai István. Nagyon kíváncsi vagyok ezek után, hogy hogy bánsz ezzel a csodálatos hangszerrel. Baj, ha odaadom neki a bögrémet. Adjuk oda mind. Szerintem mind adjuk oda. Nekem muszáj odaadnom a bögrémet, mert ez valahogy ilyen sorszerű, hogy az összes évadban először mindig egy csellistának adtam a bögrémet. De hát ez a kislány, én nem is tudom, te honnan jöttél. Az biztos, hogy nem a földről. Azt tuti. Az biztos. Köszönöm szépen. Megkérhetlek valamire? Mégpedig. Volna kedved énekelni? Jó. Van kedved? Jó, igen. Megfogjam a hangszered? Megfogom, jó? Megfoghatom egyáltalán ezt a hangszert? Természetesen. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In other words, I love you. You and you. I love you. Köszönöm.
annyira komplex művész vagy, hogy hihetetlen, és azon szerencsések egyike vagy, aki érti, amit csinál, és mindig értsed, amit csinálsz, és akkor szerintem milyen maradsz, mert annyira komoly vagy, és nagyszerű, lenyűgöző, kész művész. Ígérd meg, hogy ebből a gyönyörű, egyszerű, nemes, lelkedből táplálkozó muzsikát, ezt megtartod a felnőtt korodban, és amikor majd vetülnek rá kevésbé tiszta dolgok, akkor is ebből tudjál táplálkozni. Köszönöm. Én pedig állat csak annyit fűznék hozzá, hogy annyit dicsértek téged, de jó, mert te nem vagy az a típus, aki elszállna bármilyen dicsérettől, és nagyon szépen játszottál. És ahogy Mező László mesterem mondta, mindig megérdemled a vacsorát. Elképesztő, hogy 11 év. Mert hogyha 24 lenne, és így játszana... Ez a korosztály még nem szokott így tudni. Hát ő egy öregebb lélek. Igen, biztos, hogy igen, pontosan. Igen. 11-12 évesen ott tartanak, mint mi, mondtam én, 30 vagy... De aranyos vagy. Vagy még nem. Közgergő.